Jó volt, szép volt, elég volt. 21 éves közös történetét zárta le csütörtökön a Fidesz az Európai Néppárttal. 2000-ben Orbán Viktor pártja a Liberális Internacionálét otthagyva lépett be az Európai Kereszténydemokraták párt családjába. 2010-es kormányra kerülésükig zökkenőmentes volt a kapcsolatuk, ám Orbán Viktor szerint ekkor jöttek az első nézeteltérések. Majd 2015-ben a migrációs válság megroppantotta a kapcsolatukat. Amikor 2010-ben a gazdasági válságot orvosolni kellett, akkor csak félszívvel támogattak bennünket, a migráció meg egyáltalán nem támogattak. Tehát lehetett látni, hogy eltávolodtak egymástól a gondolatok. A néppárt vezetése azonban a Fidesz teszi felelőssé ezért. Véleményük szerint kormányzása alatt Orbán Viktor fokozatosan építette le a jogállamiságot. A legtöbb bírálat a sajtó és az igazságszolgáltatás helyzete, valamint az uniós pénzek felhasználása miatt érte a Fideszt. Az utolsó csepp a pohárban a 2 évvel ezelőtti plakátkampány volt, ahol Jean-Claude Junckert, az Európai Bizottság néppárti elnökét Soros György embereként ábrázolták. Ekkor a Fidesz tagságát felfüggesztették. Amíg én vagyok az Európai Néppárt elnöke, addig a Fidesznek nincs visszaút, szögezte le tavaly az RTL híradónak adott interjúban Donald Tusk pártelnök, aki a búcsú hírére most azt írta, a Fidesz elhagyta a keresztény demokráciát. A valóságban ezt már sok éve megtette. A Fidesz szövetségese, a KDNP viszont maradt. Egyetlen LP képviselőjük, Hölvényi György ma nem nyilatkozott híradónknak. A Fidesz alelnöke szerint a néppárt már a liberálissá vált, de ez nem okoz feszültséget a néppártban maradó KDNP-vel. Az Európai Néppártot feldarálta ez a liberális mainstream, ha úgy tetszik, de hát ebben nem értünk egyet. Nem vagyunk összezárva a néppárttal. A KDNP pedig természetesen eldönti, hogy egyébként akar a néppárt része maradni, vagy sem. Grazie, Viktor. Orbán Viktor azt mondta, hogy az olasz Matteo Salvinivel és a lengyel miniszterelnökkel Mateusz Morawieckivel próbálják újjászervezni az európai jobboldalt.